Köszöntöm nézőinket, a Kultúrszoba című magazinunkat látják, Gimót Éva vagyok. Rendhagyó módon zajlott a 11. Lázár Ervin országos anyanyelvi verseny idén. A szervezők nem akartak szakítani a hagyománnyal, azonban a koronavírus járvány miatt csak online formában tudták lebonyolítani a megméretetést. Ez sok nehézség és izgalom elé állította a szervezőket és a versenyzőket egyaránt. Épp az online eligazítást hallgatják a Lázár Ervin országos anyanyelvi verseny döntőjébe jutott diákok. Többek között a Csipet csapatnévre hallgató Szekszárdi Garai János gimnáziumból bejutott csoport is. Az én magyar tanárnőm Erdinger Ferencné mondta nekem ezt a versenyt, és mondta, hogy ha szeretnék, akkor szervezzek egy csapatot. Úgyhogy igazából a barátnőimet választottam a csapatba, akikkel úgy gondoltam, hogy jól tudok majd együtt dolgozni. A csapat harmadik tagja azonban Németországból vesz részt a megmérettetésen, de mivel a vírushelyzet miatt digitális formában rendezik meg a versenyt, ennek sem volt akadálya. Az online oktatás során gyakorolni tudtuk, hogy működik ez az internetes kommunikáció, úgyhogy szerintem jól meg fogjuk oldani. És hogy milyen eséllyel indulnak a lányok a győzelemért? Nagyon készültünk rá, és a tanárnő is igen sokat foglalkozott velünk, úgyhogy szerintem van esélyünk, még akármi megtörténhet. Mi szerintem megtettünk mindent tőlünk, tehát tényleg sokat gyakoroltunk rá, a tanárnő is nagyon sokat foglalkozott velünk. Úgyhogy szerintem megteszünk mindent, amit tudunk, aztán meglátjuk. Rajos Judit, a Szekszárdi gimnázium igazgató helyettese, a verseny főszervezője úgy nyilatkozott, nagy próba elé állították őket a pandémia miatt bevezetett intézkedések, de a szervezőkkel igyekeztek mindent kihozni az új helyzetből. Próbálunk minden évben olyan feladatokat, nyelvészeti feladatokat kínálni a diákoknak, a fiataloknak, amely valóban elnyeri a tetszésüket, és úgy látjuk ezt, mivel most már 11. éve újra és újra meghirdetjük a versenyt, és van szép számmal jelentkező is a versenyre, hogy talán célba is talál a szándékunk, a törekvésünk. Szép számmal jelentkeznek a csapatok a versenyen, hiszen ez egy csapatverseny, két fordulóból áll. Valószínű, hogy ez is növeli a népszerűségét, hogy nem egyénileg kell megmérettetni magukat a diákoknak, hanem együttműködhetnek, együtt dolgozhatnak, és tényleg igyekszünk minél kreatívabb feladatokat kínálni számukra. Tehát nem a megtanult, bebiflázott tananyagnak a visszaadásáról van itt szó, hanem valóban nagyon fontos készségeket mutathatnak meg, amiben ügyesek, jók, igyekszünk ilyen típusú feladatokat összeállítani. Az idei év nagy próba elé állított bennünket ugye a járványhelyzet miatt, mindkét fordulót online formában rendeztük meg, most a döntőt is, ilyenre még nem került sor eddig, és hát itt is próbáltuk a lehetőségekhez mérten kihozni a maximumot a versenyből. Az érdekessége az idei évnek az, hogy egy nyelvészeti tanulószobán kell végigjutniuk a versenyzőknek, amit azután egy újabb érdekes feladattal, egy tárlatvezetéssel folytathatnak, és mindezt az online térben kell majd megvalósítaniuk. Idén 27 csapat jelentkezett a versenyre az ország különböző pontjairól. A döntőbe 6 társulás jutott be, Kaposvár, Budapest és Szekszárd városokból. A feladatok több ponton kapcsolódtak a Tolnai megyeszékhelyhez. A szervezők azt kérték, hogy a Mészöly centenárium kapcsán a feladatok Mészöly Miklós életművéhez kapcsolódjanak, természetesen nyelvhasználati szempontból. Másrészt a gimnázium is jeles évfordulót ünnepel ebben az évben, 125. éves évfordulóról van szó, ezért a versennyel szerettünk volna hozzájárulni ennek az évfordulónak a méltó megünnepléséhez is. Az első fordulóban próbáltuk a hagyományos dolgokat az új digitális trendekkel összekapcsolni, ezért a tájszavak gyűjtésétől kezdve a képregény készítésig mindenféle feladatot kaptak a csapatok, amiket nagyon színvonalas módon meg is oldottak. A második fordulóba döntőbe 6 csapat jutott be, és hát itt egy újabb kihívás volt a zsűri előtt, mert hogy
Egyrészt ennek a döntőnek a koncepciója mindig az szokott lenni, hogy egy kicsit a gimnáziumot és a várost is megismerhessék az ide látogató csapatok, hiszen egy országos versenyről van szó. Erről az idén sem szerettünk volna lemondani. Másrészt az ősszel, amikor elkezdtük a feladatokat összeállítani, akkor már gondoltunk arra, hogy valószínűleg ez a verseny is digitális formában, online formában lesz csak megszervezhető. Ezért ezt a kettőt próbáltuk összekapcsolni, és egy olyan online szabadulószobát terveztünk, amelyben a résztvevők bepillanthatnak egy kicsit a gimnázium életébe is, és Szekszárdváros kulturális művészeti értékeit is megismerhetik. A döntőben nem csak a tárgyi tudásukról és a nyelvhasználati készségükről kell a diákoknak tanúskodni, hanem bízunk abban, hogy a kreativitásukat is meg tudják mutatni, és hogy egy nagyon jó hangulatban eltöltött napot tudhatunk ma magunk mögött. A délutánig tartó verseny győztese a budapesti 7. kerületi Madách Imre gimnázium csapata lett. A szekszárdi Garai János gimnázium Csipet csapata 2 ponttal csúszott le a második helyről. Segítség a kistelepülések művelődési intézményeinek. 5,5 milliárd forintból valósul meg a Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési foglalkoztatási és képzési programja, amit a magyar kormány támogat. A program célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak egy adott település közösségi életét vezetni, illetve fejleszteni. Január 1-től kötelező a helyi önkormányzatoknak legalább egy szakembert biztosítaniuk a közösségi intézményekbe. Ennek okán segít a kistelepüléseknek a Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési foglalkoztatási és képzési programja, ami 5,5 milliárd forintnyi kormányzati támogatásból valósul meg. Tolna megyében 81 település részesül a támogatásból, többek között Bogyiszló is. Most lehetőség nyílt arra, hogy kisebb településekre is tud delegálni az intézet közlekedési asszisztenst tulajdonképpen, és mi is ebben a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ide tudott kerülni egy asszisztens hozzánk. Az első héten ismerkedett, aztán pedig elkezdtem beavatni olyan dolgokba, mint minden más munkahelyen itt is van olyan, hogy az előző évvel kell elszámoljuk. Beszámolók, a következő évre munkatervek, statisztika, és akkor ebben a munkafolyamatban én már őt bevontam, és így végül is ő beleláthatott abba, hogy az előző év nagyjából hogy nézett ki, ami ugye nem egy általános példa, mert a vírus miatt ez egy kicsit más év volt, de legalább betekinthetett, hogy mégis hogy néz ki egy munkaév a közművelődésben. Varga Dalma, a Bogyiszlói Művelődési Ház vezetője azt mondja, nagy segítség számára a plusz munkaerő, hiszen eddig a kulturális intézmény mellett a helyi tájházat, illetve könyvtárat is egy személyben vezette, és a járványhelyzet ellenére az éves ütemtervet is ő állítja össze. Kistelepülésen egyébként is a közlekedési szakemberek és a művelődési házak dolgozói nagyon sok mindent csinálnak, tehát nem csak közösséget fejlesztünk és nem csak rendezvényt szervezünk, hanem például mi itt az egész települési kommunikáció is felelősek vagyunk, mi szerkesztjük a községi Facebook oldalt, és havilapot szerkesztünk például, tehát ez is egy rendszeres feladatunk, illetve most a vírus időszakában besegítünk a hivatali munkába is időnként, most is a lányok adóértesítőkkel foglalkoztak itt pár napot, tehát azért van, illetve hát természetesen készülünk az évre, mert nem tudhatjuk, hogy mikor indul újra az élet, de nyilván nekünk ezzel foglalkozni kell, mert a rendezvényszervezés nem úgy néz ki, hogy egyik napról a másikra. Tehát, hogy mi már most erősen elkezdjük tervezni az évet. Már az egészen közel jövőt is, mert próbálunk olyan áthidaló megoldásokat is keresni, amivel esetleg el tudjuk majd indítani könnyebben az életet. Nagyon hasznosnak gondolom, és ez egy nagy segítség nem csak nekik, az asszisztenseknek, mert hogyha megtetszik nekik ez a terület, akkor akár ugye el is helyezkedhetnek majd a közművelődésben, de azoknak a befogadó intézményeknek is nagy segítség ez, ahova őket tudták delegálni, mert kistelepülésen főleg azért nagyjából egy szakmai munkatárs szokott lenni. A Nemzeti Művelődési Intézet Tolna megyei igazgatóságának igazgatója szerint a program komoly segítséget nyújt a községeknek azzal, hogy finanszírozza a foglalkoztatottak oktatását és egy évig a bérüket is. Tolna megyében 34 településen nem volt szakember, de közben változott, tehát amikor ezt fölmértük, akkor így volt, aztán közben módosultak a helyzetek, úgyhogy most ebben a programban 81 települést tudtunk a 109-ből bevonni.
Aki a programban részt vesz és foglalkoztatottként veszi föl az, amit alkalmazottunk, tehát a bér és járulékot azt mi fizetjük utána. Azon kívül minden, aki részt vesz ebben a programban, kap egy képzést, ami több mint 300 ezer forint, tehát 900 órás OK és képzést kap, amivel bizonyítvánnyal novemberben bizonyítvánnyal fog kikerülni innen. December 1-től november 30-ig, tehát egy egyéves intervallum, és azokkal az önkormányzatokkal, ahol ugye polgármesterek vagy a testület választottak ki, hogy ki az az ember, akivel szívesen együtt dolgoznának, nem mi mondtuk meg. Együttműködési megállapodást kötöttünk, és az önkormányzatok, akik foglalkoztatnak, vagy mi foglalkoztatjuk, és képzésre is jár, az önkormányzatok fél év tovább foglalkoztatást vállaltak. A képzést elvégző, illetve a programban résztvevő szakemberek ezáltal képessé válnak településükön közösségi és kulturális eseményeket szervezni, támogatni tudják az amatőr művészeti körök tevékenységét. Nagyon sok településen van olyan kollega, aki most kezdett ismerkedni a közművelődés rejtelmeivel, de bízunk benne, hogy jó szakemberek lesznek, és ez a képzés segít abban mindenkit, hogy kialakuljon ez, és érezzen elhivatottságot a közművelődés irányt. Ebben a programban vannak olyanok is, akik tavaly végezték el már az OK és tanfolyamot itt nálunk, és a foglalkoztatásba vesznek csak részt. A műhely munkánkon vannak olyan kötelező feladatok a közművelődésben, mint megtervezni a jövő évi, vagy hát az ezévi programokat, ha lehet, és ebbe is nagyon sokat segítünk. Azon kívül most csináltunk egy térképet, hogy ki miben erős, tehát nem muszáj mindjárt celebek után rohanni egy falunapra, hanem azért vannak kollégák, akik horgolni tudnak, a másik virágot tud csinálni szalmából, a harmadik éppen kötni tud, és ezeket meg lehet hívni egy-egy falunapra, és nagyon jó kis programokat lehet szervezni, és nem százezrekbe kerül. Nagyon sok feladata van azért a közművelődési szakembernek a településeken. Egy az, hogy az új szakembereknek meg kell ismerni a települést. Azért hiába élt ott a településen, vagy éppen úgy került oda, azért a múltját azt érdemes megismerni, mert nagyon sok hagyományt össze kell gyűjteni ahhoz, hogy rá tudjon építeni. Ebben segítünk mi még nekik, hogy hétköznap, tehát amikor nincsenek itt nálunk a 3 napon, tehát 2 napot itt vannak nálunk minden héten. A másik 3 napon viszont feladatokat is kapnak tőlünk, ami arra szolgál, hogy a településeknek a történetét, a hagyományait fel tudják gyűjteni és fel tudják dolgozni. Újra előadásra készülnek a Szekszárdi Német Színházban. A Kisherceg című örökérvényű mesét viszi színre a társulat. A színház nem titkolt célja, hogy a 12-15 éves korosztályt célozzák meg a darabbal, és ennek megfelelően olyan színpadi elemek jelennek meg, melyek közel viszik a darabot a gyerekekhez. A pandémia miatti szünet után újra színházi előadásra készülnek a Szekszárdi Német Színházban. Exupéry Kishercege egy utazás, mely olyan kérdéseket vet föl, mint a barátság, a felelősség vagy a megismerés kérdése. A színház minden esztendőben gondol a gyerekekre is, ezért választották új bemutatóként a Kisherceget. Egy próba folyamat elindult itt a színházban, amire már nagyon vártunk, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a színészek és minden alkotó számára, de mindenkinek, aki itt dolgozik a színházban. Én úgy gondolok itt a munkatársakra, egy kicsit mint atlétákra is, tehát, hogy folyamatosan edzésben kell lenni, hogy a legjobbat tudjuk nyújtani akkor, amikor ki kell állni a színpadra, vagy amikor kamera elé kell állni, és ezért ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy végre elkezdhettük próbálni a Kisherceget. Most a terveink azok, hogy amint kinyithatunk, akkor megmutatjuk ezt a darabot a nagy közönségnek, és hát izgatottan várjuk a fiatalokat és mindenkit, aki színházba szeret menni. A Kisherceg egy speciális darab, hiszen alapvetően egy mesefeldolgozás. Csak hát mégsem, mert az üzenetek a nagyobbakat kell, hogy elérjék. A barátságról, a szeretetről szól ez a darab, az emberségről, és ez minden korosztálynak nagyon fontos és nagyon érdekes téma. Most kifejezetten a 10 pluszos korosztályra próbálunk koncentrálni. Schließ deine Augen.
Én úgy próbáltam ezt összerakni, hogy pont az a korosztály, amely már nem gyermek, de még nem teljesen felnőtt, azt próbálja megérteni, és azt próbáljon ebből kihalászni valami hasznosat maga számára, hiszen maga az írott anyag, Exuperinek csodálatos kisregénye, az egy olyan utazásról szól, amiben a gyereki ént keressük, viszont folyamatosan beleütközünk a felnőttbe. A darab rendezője, Szabó K. István, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végzett. 2015 óta él Budapesten, és dolgozik szabadúszóként. Rendezett számos romániai színházban, de dolgozott többek között Debrecenben, Székesfehérváron, Németországban, Szerbiában és az Egyesült Államokban is. Azt mondják, hogy egy felnőtt ott veszíti el gyerekkorát, amikor megszűnt rácsodálkozni a dolgokra, amikor megszűnik türelmesnek lenni a másik iránt, amikor kivész ez a fajta empátia, amivel rá tudunk csodálkozni a világ szépségére. A kisherceg ugye ezzel a fajta tudattal és ezzel a fajta világszemlélettel közelít, viszont ebben az őrült világban, amiben lakunk, individualizmussal, magánnyal és álmokfutással találkozik. A kisfiú szerepét ezúttal egy hölgy, Sipos Eszter viszi színre, aki azt mondja, súlyos feladat egy ilyen emblematikus figurát életre kelteni. Jó értelemben kizárom ezeket az elvárásokat, az esetleges elvárásokat, és akkor azt nézem meg, hogy én az életemben most hol találkozok ezzel a kishercegi minőséggel, hogy tudom ezt a minőséget a színpadon közvetíteni, és hogy mit jelent nekem ez. A mai világunkban szerintem, meg ami örök üzenete, hogy mindannyian tényleg felelősek vagyunk azért, amit teszünk, és hogy tényleg csak azt ismerjük meg, amit megszeridítünk. Ugye, hogy a rókától tanulja a kis herceg. Próbáltunk egy kicsit steampunkosabb hátteret biztosítani. Most már a gyerekek is főképpen ez a 12-14 éves korosztálynak készül az előadás. Főképpen egy olyan kis látványvilágba belenyúlni, amelyben ők otthonosabban mozognak. Ezt a lebegő valóságot érzékeltetni folyamatosan. Ugyanakkor meg az egész kép már a mozgatóság érdekében is egy installáció. Amit ők kiegészítenek, tovább gondolnak, mi csak megadunk bizonyos karaktereket. Ez egy abszolút nyitott előadás. Nagyon nehéz befoglalni mindazt, ami a kis hercegben megfogalmazódik, hiszen az egy óriási, tehát ha nem is terjedelmében, de gondolatiságában egy óriási mű. És itt pár stációt próbálunk érzékeltetni 55 percben vagy egy órában, és ebbe a pár stációban néhány alapgondolatot próbálunk beszorítani. Úgyhogy tulajdonképpen nyitva marad az egész, és interpretáció lehetőségeket is fenntart. Ezt tovább kell vinni. A Bamics Mihály Kulturális Központ történethét felidéző sorozatunkban ezúttal egy olyan munkatársat választottunk visszaemlékezésre, aki a színfalak mögött végezte munkáját 38 esztendőn keresztül. Baumann Péternél feladata volt a rendezvények technikai hátterének biztosítása és a ház két átépítésének lebonyolítása is. Mikor az ember beül egy színházi előadásra vagy koncertre, vagy épp egy nagy rendezvényen élvezi a szolgáltatásokat, nem is gondol bele, mennyi háttérmunkát igényel mindez. A Babis történetében számos országos hírnévre szertett szakember tette le a névjegyét, és vált emblematikus személyiséggé. Miközben a háttérben éveken keresztül ott dolgozott valaki, akinek legfontosabb feladata az volt, hogy pont akkor, pont ott meglegyen minden, ami a magas minőséget szolgálja. Egy nagyon-nagyon jó csapatba kerültem be, én azt mondom, hogy igazi család voltunk. Én akkor, amint a neve is mutatja, a színház koncert közönségszervezéssel foglalkoztam, ez 80-ban volt, amikor ide kerültem,
Akkor még az intézménynek volt elég jelentős gépkocsi parkja volt. Volt autóbuszunk, volt Volga autó a személyi forgalomra, úgymond. Közönségszervezés céljára pedig egy Nízával, illetve Latviával jártuk a városi vállalatokat, cégeket, és vittük a híreket, szerveztük a szakszervezet és egyéb formában működő ilyen közösségeknek, és igen jelentős számban voltak bérletesek. 86 és 90 között Bauman Ági anyai feladatait látta el, és amikor visszatért, új feladat várta. És mindenféle műszaki képzettség nélkül átkerültem arra a területre. Az eleje nem volt annyira egyszerű, mert bele kellett tanulnom műszaki végzettség nélkül, de nagyon jó kollégáim, partnereink voltak, és úgy szépen lassan, tehát az volt a szerencsém, hogy nem hirtelen zúdult rám az egész. Ebben az időben nem voltak átalakítások, nem indult nagy rendezvény, mint a születi napok, tehát úgymond volt időm bele tanulni ebbe a munkába. Éppen kezdett biztosan működni az új szakmában, amikor két komoly átalakításon esett át az épület, melyet neki kellett levezényelni. Az annyiban nem volt egyszerű történet, hogy ugye már itt az intézménybe beköltözött, úgymond, tehát már együtt éltünk a gyermekek házával, és úgy zajlott az egész felújítás, hogy laktuk az intézményt. Tehát költöztünk, hol az irodasor előbb átment a zöldözősorra, a gyerekek házát átvittük a Béla téren levő épületre, tehát így másra csináltunk egy éven keresztül gyakorlatilag, mint költöztünk. Amikor lehetett, ugye színházi előadásokat azért próbáltunk tartani, de hát ez ugye egy idő után sajnos lehetetlenné vált. Ez idő alatt alakították ki ennek az oldalszárnynak az alsó szintjét, ezzel megbővítve úgymond a területet. Ez gyakorlatilag egy évig tartott, és 2005. január 22-ére a Magyar Kultúra Napján volt annak az átalakításnak az ünnepélyes átadása. Sosem felejtem el, hogy 2010. november 30-a vége volt, amikor a színházteremben volt valamelyik iskolának ilyen karácsony környéki műsora, amikor jött a hír, hogy január 1-ével, tehát november 30 és január 1, át kell adni a művelődési ház teljes területét kiürítve, úgy, hogy még szilveszterig tele voltunk rendezvényekkel. Ezt a 6100 négyzetmétert az összes bútorával, úgy, hogy nem tudtuk, hogy hova fogunk pakolni. Tehát ez egy elég kemény időszak volt mindenkinek. Tehát mire a város segítségével kitalálták, hogy ugye átköltöztünk a főiskola épületébe, ahol azért valamennyire a tevékenységeket megpróbáltuk megtartani. Ott ugye volt egy kis színházteremnek használható, volt valamennyi próbateremnek használható, tehát valamennyire próbáltuk a csoportokat is megmenteni, úgymond, hogy ne, mert abban a hiszemben indultunk neki, hogy ez egy év alatt lezajlik. De ez nem így történt, hiszen a kivitelező levonult, és itt hagyta szó szerint a szétvert épületet. Szó szerint szétvertett, mert beázott, nem volt ez az üvegtető, meg egyebek egy évre, amíg ugye új kivitelezőt talált a város, ez alatt ment folyamatosan a szivattyú, ugye szivattyúzni kellett a rendezvényterem alatti részből a vizet, mert nem volt meg rendesen a rétegrend, tehát ha nem szivattyúztunk volna, akkor szépen lebegett volna a szigetelés, mert ugye nem volt a szakszavakat nem tudok, a terhelő beton rajt, tehát gyakorlatilag nagyon nagy költségek voltak az idő alatt is, amíg nem zajlott a felújítás, illetve hát elég nehéz volt eldönteni, ez a városnak a feladata volt, hála Isten, nem az enyém, hogy most milyen készültségi fok van, ki mennyit érdemel ezért, és hát ez sajnos mind növelte az egész építkezésnek a végső költségvetését. 13. augusztus 20-án adták át. Az augusztus 20-ai hétben volt az egész ünnepségsorozat, tehát akkor lett készen, hát ez így szűk 2 milliárd forint volt gyakorlatilag. Nagy szerencsém van, hogy én ezt a munkát úgy kaptam meg, hogy előtte volt egy kis rálátásom más szemszögből nézni az intézmény működését. Tehát amikor tudtam, hogy
a színház szervezőként zavar, hogyha a függönyt húzzák el. Tehát olyan apró dolgok, amik segítettek abban, hogy a mindkét felújításnál olyan szempontok is érvényesüljenek, amik a mi érdekeink. Tehát ne csak a kivitelezőjé, mert ő teljesen más szemszögből épít egy házat, más az, hogy egy kivitelező építi otthon a házadat, és azt mondja, hogy kész, ez van, vagy más az, ha végig ott vagy mellette is, de kérem szépen itt. Tehát én végig itt voltam, minden csütörtökön volt koordinációs megbeszélés, minden egyesre eljöttem, próbáltam a ház érdekeiben minél hatásosabban fellépni, harcoltunk érte, milyen székek legyenek, hogy legyen, mert piti dolog, merre nyíljon az ajtó. Egy keskeny folyosón nem mindegy, hogy kifelé nyílik, vagy befelé. Tehát nagyon-nagyon sok ezer apró dolog volt, amiben nagyon jól jött, hogy én nekem egy kicsit más oldalról is van rálátásom az intézményre. Bauman Ági 38 esztendőn keresztül koordinálta a ház működésének műszaki feladatait. Én nagyon szerettem itt dolgozni. Kezdetektől fogva nagyon szerettem itt dolgozni. Ebben valószínű, hogy segített az, hogy nagyon jó csapatba kerültem be már az elején. A későbbiekben is nagyon jó csapat volt körülöttem, a főnökeim nagyon jók voltak, akikkel nagyon jól megtaláltuk a hangot. Én azt gondolom, hogy jól kiegészítettük egymást, próbáltunk egymás agyával gondolkodni. Én ugye mindig a háttérmunka kapcsán, de próbáltam kitalálni, hogy a legjobb, hogy a legbiztonságosabb, úgyhogy minden igény ki legyen elégítve, technikai, meg egyebek. Tehát én nagyon-nagyon-nagyon szerettem itt dolgozni. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek ilyen munkahelyet kívánok, és akkor elégedetten fog elmenni nyugdíjba. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!